Öntöleg, ez a Bora vendéglátásban képzés első oktató videója. A borokhoz mindenkiért, vagy legalábbis megvan róla a véleménye. Azonban sokszor már az alapinformációk sincsenek a helyükön. A következőkben a legfontosabb szőlővel és borral kapcsolatos alapokat nézzük át, amelyet bővebben is megismerhetsz a tankönyvben. Minden bornak a kiinduló pontja a szőlő, aminek a minőségét négy fő tényező határozza meg. Az első a termőhely. A szőlő szempontjából nagyon fontos például a talaj összetétele, a dűlő dőlészszöge, a napsütéses órák száma és a terület tengerszint feletti magassága is. Második a szőlőfajtája. Ez határozza meg a karaktert, a stílust és a termés mennyiségét és a struktúráját. A harmadik az évjárat, vagyis hogy milyen az adott évben az időjárás. Számíthat például, hogy mennyi eső esett és mikor mennyi volt a napsütéses órák száma, az átlag hőmérséklet, de nagy károkat okozhat, és ezáltal befolyásolhatják a minőséget a tavaszi fagyok és a nyári égesők is. Végezetül pedig az emberi döntések is nagyon fontosak a szőlő minősége szempontjából. Vagyis, hogy milyen művelősi módot választ a termelő, milyen terhelés mellett termeszti a szőlőjét, hogyan választja ki a szület időpontját, és például, hogy milyen növényvédelmi technikákat, technológiákat alkalmaz. Vizsgáljuk meg először közelebbről a szőlőt. A szőlőbogyónak speciális felépítése van. Nézzük meg, hogyan is néz ki egy kettévágott bogyó. A bogyó közepén vannak a magok, amelyek remek indikátorok, például a szőlő érettségének a megállapítására. Ízük alapvetően kesernyés, így ha megsérül, könnyen negatívan befolyásolhatja a bor ízét. A magot veszi körül a bogyó húsa, amely a legtöbb esetben fehér, illetve halványzöld színű főként cukor, víz, savak és ízanyagok alkotják. Ez az egyik legfontosabb eleme a bornak. Préseléskor ennek a levét nyerjük ki a szőlőből. Ezt öleli körül a héj, amely színanyagokat és ízanyagokat tartalmaz. Szerepe főként a rozé és vörösborok esetében eszenciális. Szinte egész évben van tennivalója egy szőlős gazdának. Januártól márciusig a metszések, a talaj és a gépek előkészítése zajlik. Áprilisban indul a szőlőnövényben az élet. Ilyenkor az esetleges tavaszi fagyok ellen kell védekezni, de ebben az időszakban zajlik a pótlás és a telepítés is. Májustól beindul a legintenzívebb időszak. A szőlő erőteljes növekedésnek indul, a gazdák megkezdik a növényvédelmet, a friss hajtások igazítását és a növekedés irány optimalizálását. Júliusra már kialakulnak a fürtök. Az esetleges hozamszabályzó zöld születet is ilyenkor végzik a gazdák. Augusztusban elkezdődik a korai fajták születe, ami történhet kézzel és géppel is. Ilyenkor a gazdák akár naponta is monitorozhatják, mintázhatják az ültetvényeket. A szület általában októberben fejeződik be. Novemberre a szőlő lehullatja a levelét, és nyugalmi állapotra vált. Ha már a szőlőről beszélünk, akkor érdemes összegezni a legfontosabb Magyarországon termesztett szőlőfajtáinkat. A legfontosabb fehér szőlőfajtáink a cserszegi fűszeres, a furmint, az olasz rizling, az ezerjó, a sárdoné, a házlevelű, a szürkebarát, az érsai olivér lányka, királylányka, jufark, kéknyelű és a kövidinka. A legfontosabb kék szőlőfajtáink a kékfrankos, a cabernet sauvignon, a merlot, a zweigelt, a cabernet franc, a portugízer, a pinanoár, a kadarka, a blauburger, a szirá és a néró. Ezekről a szőlőfajtákról bővebb ismertetőt is olvashattok a www.bor.hu weboldalon. Most már a szőlő legfontosabb alapjait megismertük. Térjünk rá a borra! A frissen született szőlő a borászatba érkezik. Innen kezdődik a bor készítésének a folyamata, vagyis az erjesztés. Az erjesztés során az élesztő gombák a szőlőben lévő cukrot etilalkohollá és széndiokszidra alakítják némi hőképződés mellett. Nézzük a fehérborok készítését általánosságban. Fehérborok készítésekor a szőlőbogyókat megroppantják préselés előtt, hogy feltárják a szőlő húsát, és így könnyebben nyerjék ki a mustot. Préselés után adják hozzá az élesztőt, vagy erjesztik spontán a borászati filozófia függvényében. Az erjesztés legtöbbször rozdamentes a megy végbe, de néhányan töltyfahordót, nyitott tetejű betonkádat, vagy fából készült erjesztőtartályt használnak. A legtöbb fehér bort alacsony hőmérsékleten erjesztik, hogy megőrizzék a finom, gyümölcsös ízeit. A vörösborok esetében a bogyókat összezúzzák, hogy feltárják a héjat, majd a levet a héjjal együtt az erjesztő tartályba teszik. Az erjedés itt kicsit magasabb hőmérsékleten történik. A kierjedt alkohol még inkább segít kivonni a szőlőhéjából a színt, a tanninokat és az ízanyagokat. Az erjedés során az erjedő mus tetejére felúszó szilárd anyagokat, kalapot folyamatosan megtörik, lenyomják, csömösszölik, vagy a mustot átpumpálják rajta, hogy ez a törkölykalap folyamatosan érintkezzen a mustal, és ne száradjon ki. A kézborban a szín és tanin erőssége függ a szőlő fajtájától, és attól is, hogy mennyi ideig érintkezett a héjjal. Néhány szőlőfajta vastagabb héjú, így több szín, tanin és ízkomponens van benne. A borász monitorozza az erjedést, és egy általán meghatározott időpontban lefejtik a szimbort, és kripéselik a szilárd részeket és a héjat. Ez a kettő ízében és struktúrájában is eltér, így a borász dönti el, hogy összeházasítja, vagy különkezeli a továbbiakban. A rozé borok szintén kék szőlőből készülnek, de a vörös borokkal ellentétben ezeket alacsonyabb hőfokon erjesztik, és sokkal rövidebb ideig érintkezik a most a héjjal. Megkülönböztetünk reduktív és oxidatív borokat. A reduktív borok esetében az erjedés oxigéntől elzártan, legtöbbször rozsdamentes acéltartályokban történik. Ilyenkor a bor sokkal jobban megőrzi az elsődleges gyümölcsös aromákat. Oxidatív borok esetében a tároló edények porózusak, ezért lehetővé válik, hogy egy kismértékű oxigén feloldódjon a borban. Ez például lágyabbá teszi a vörösborokban lévő tanninokat. A leggyakrabban használt tárolóedény a fahordó, amely akár extra ízeket, karamellás, mogyorós, csokoládés ízégeket is adhat a borízéhez. Ezeket az ízégeket a töltyfa kívül a hordókészítéskor keletkező fa mellé termékek használatával is elérhetjük. Ilyen például a chips, a tipli és a donga. Ezeket leginkább az árérzékeny termékek esetében használják a borászok, mivel az új fahordó ára meglehetősen magas. Ha már az árakról beszélünk, érdemes azt is áttekinteni, hogy mitől függ a borok ára. A kiindulás az a költség, amennyibe a borhoz felhasznált szőlő előállítása kerül. Ez függ elsőként a szőlő termőterület árától, mivel a legjobb bőtetvények, legmagasabb minőséget adó területek ára magasabb, így az ebbe fektetett tőke mértéke is nagyobb. Másodikként függ a gépesítés mértékétől, például vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem lehet gépet használni, és itt az emberi munkára szintén növeli a költségeket, és természetesen így a szőlőárát is. Harmadikként a munkaerő és a felszerelés költségétől, elérhetőségétől és beszerezhetőségétől, valamint a terméshozam és a válogatás intenzitásától is függ a szőlőára. Erre épülnek rá a borkészítés során felmerülő költségek. A dolgozókkal kapcsolatos költségek mellett a borkészítéskor a pincészet felszereléseinek és azok kihasználtságának ára, a hordók és egyéb segédeszközök ára és az érlelési folyamatok költsége épül rá az eddigiekhez. Végül a csomagolást, disztribúció és értékesítés költségeit kell hozzáadni az eddigiekhez. Itt akár a külföldről érkező csomagolóanyag esetében az árfolyamok is hatással lehetnek a borárára, de számolni kell a szállítási költségekkel, és az sem mindegy, hogy a kereskedőnk milyen hatékonysággal és elvárt profittal dolgozik. Ezekhez jönnek az adók is, de a borárának kialakításakor mégis az a legfontosabb, hogy a vevő ténylegesen mennyit hajlandó fizetni érte. Sokszor a marketing, a termelő vagy a borvidék jó híre segít fenntartani a magasabb árakat. Most már tudjuk, hogy miből és hogyan készül a bor. Azt is tudjuk, hogy miért tenni az ára. Ideje vele megismerkedni közelebbről is. Kóstoljunk. Kóstolás során a bort az érzékszerveinkkel vizsgáljuk meg. Az érzeteinket formáljuk szavakká, és egy nemzetközileg is definiált rendszer szerint elemezzük az információkat. Ennek a segítségével tudunk egy közös nyelven kommunikálni a borral kapcsolatos benyomásainkról. Kóstoláskor fontos a megfelelő környezet és állapot. A jó kóstoló kipihent, kóstolás előtt nem fogyasztott karakteres ízeket, és nem használ illatos tisztálkodószereket, parfümöt. Fontos az is, hogy telihassal és éhesen sem lehet jó kóstolni. A megfelelő kóstolási környezet illatmentes, rendelkezik elegendő természetes fényel, és rendelkezésre áll benne egy nagyobb fehér felület. Ez lehet fal vagy asztallap is, de sokszor csak egy fehér papírt használunk. A talpastolipán forma boros pohár mellett egy köpőre és egy pohár semleges ízű vízre lesz még szükség. Ha mindent előkészítettünk, kóstolhatunk. A kóstolás négy lépésből áll. Első lépésben a bor megjelenését vizsgáljuk meg. A bor színéből következtethetünk a készítés módjára, a szőlőfajtákra, a bor életkorára is. Elsőként a bor tisztaságát nézzük meg. A legtöbb kereskedelemben kapható bor tiszta, csillogó színű, de fontos megjegyezni, hogy ma már egy-egy speciális borstílus esetében a pici opálosság üredékesség sem hiba. Utána a bor színét és a szín intenzitását vizsgáljuk. Vörösbor esetében a bíborosilás árnyalat a fiatalságra, míg a narancsos, gránátos-barnás árnyalatok az élelésre utalnak. Fehér borok esetében a zöldes szalmas, sárga színek a fiatalabb borokat jellemzik, még az érettebbek akár borostyán barnás árnyalatúak is lehetnek. A tartalmasabb, testesebb borok lassabb, olajosabb mozgásúak, és a körbeforgatáskor keletkező templomablakok és köncseppek is nagyobbak, lassabbak és sűrűbbek. A következő lépés a bor illatának a vizsgálata. Forgassuk meg a bort a pohárban, hogy az aromamolekulák felszabaduljanak, majd szagoljunk bele a pohárba. A jó bor illata kellemes. A leggyakoribb hiba, amit szaglással megállapíthatunk, az a dugóhiba. Ez egy kellemetlen, dohos, ázott papírdobozhoz hasonló szag. A bor szaglásakor figyeljük meg az illatok intenzitását és komplexitását. Egyes illatok jól érezhetőek a borban, mások kevésbé, de a jó kóstolók következetesen használják ezeket. A szaglásunk rendszeres gyakorlással fejleszthető. Ebben sokat segít az aromakorunk és a különböző szőlőfajták leírásának olvasása és természetesen kóstolása. Érdemes elsajátítani a vészetrendszer kóstolási logikáját és kifejezéseit. Ezután vesszük a bort a szánkba. Fontos kitapasztalni, hogy mekkora kort jelegendő ahhoz, hogy alaposan felfedezhessük kóstoláskor a bor aromáit és strukturális jegyeit. Az ízeket a nyelv különböző részein érezzük, ezért különösen fontos, hogy a bort az egész szánkban megforgassuk. Az édesség azt jelzi, hogy mennyi maradék cukor van a borban. A magas extrakt és alkohol boroknál is érezhetünk édeskés érzést a szánkban. A savasság citromos érzést ad, és megindítja a nyáltermelést. Ezáltal frissítőnek érezzük a magasabb tartalmú borokat. A tannina borban az az alkotóelem, amitől a nagyon erős fekete teákat szárító, összehúzó hatásúnak érezzük. A tanninok a szőlőhéjából származnak, és a héjanáztatás időtartamától és a szőlőfajtájától függően érezhetjük alacsonyabbnak vagy magasabbnak a borban. Az életlen szőlőből származó taninok összehúzzák és kiszárítják az ember száját még akkor is, ha a tannin tartalom alacsonyabb a borban. A kesernyés ízeket leginkább a nyelv hátsó részén érezzük, az összehúzó hatása pedig az ínyen jelentkezik. Az éret, bársonyos taninok nagyobb testet és viszkozitást is eredményezhetnek. A testesség a gazdagság, a viszkozitás, az alkohol, a tannin és a cukortartalom, valamint a héból származó aromanyagok összességének az érzete. Természetesen ilyenkor is beszélünk a borban lévő íz és aromaanyagokról. Az aromakaraktereket akkor fedezzük fel leginkább, amikor a bor elpárolog a nyelvünkön és feljut az orban. Végül a bor hosszúságát elemezzük. Hosszúság alatt azt értjük, hogy a borízét milyen hosszan érezzük lenyelése vagy kiköpése után. A hosszú, komplex utóíz a jó minőség Itt fontos megjegyezni, hogy professzionális kóstoláskor a bort soha nem nyeljük le, hanem mindig kiköpjük. Ez azért is szükséges, hogy a kóstolás során végig megőrizzük a szakmai objektivitásunkat és kontrollunkat. Miután végigkóstoltuk és kielemeztük a bort, levonhatjuk a következtetést a minőségre vonatkozóan. A legfontosabb megválaszolandó kérdés az, hogy jó példa e a kóstolt bor az adott bortípusra. Ezt a kérdést egyszerűen megválaszolhatjuk, ha van elegendő kóstolási tapasztalatunk. A bor egyensúlyosnak számít, ha különböző komponensek, például gyümölcsösség, édesség, sav, tanin, harmonikus arányban vannak jelen a borban. Ennek megértésében segít a tankönyvben is megtalálható védel háromszög is.